Akkor először is engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Széles Szilárd vagyok, a Vastasok Szakszervezeti-Ifjúsági Tagozatának a vezető és a Szakszervezeti-Ifjúsági Szövetség Választmányának a tagja. Illetve ennek a konferenciának az egyik szervezője. Szeretném bemutatni másik szervezőtársamat, Nagy Viktóriát, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozatának a elnökasszonyát. Illetve van még egy szervezőnk, dr. Szilágyi Veronika, a Fiatalok Ligájának az elnökasszonya, aki sajnos váratlan betegsége miatt ezen a hétvégén nem tud velünk részt venni, de sikeres konferenciát és eredményes munkát kíván mindannyiatoknak. Pedig jobbulást kívánunk neki. A rendezvényünket az életre hívója, illetve legfőbb támogatója a Friedrich Ebert Alapítvány Budapesti irodája, és ezúttal is szeretném megköszönni Krén Ildikónak, az iroda munkatársának a mindenképp szeretném bemutatni a nemzetközi vendégeinket is. Armin Helbok urat, ugye Németországból. Paul Jüttner urat, szintén Németországból. Tanya Michelin volt. John Ulvelő az a Svédországból. Illetve mai előadónk közül már Makó Csabó úr, Magyar Tudományos Akadémiától. Illetve ugye megtisztelt bennünket már legelejét a rendezvényünkön Barbara Ásztor, az Asszetek Együttműködési Formának az elnöke. Miért is jöttünk itt ma össze, illetve miért is vagyunk ma itt. Ugye mi fiatalok ma két nagy problémával szembesülünk, amikor felállunk az iskolapadba és kilépünk a munkavilágába. Az egyik az, hogy valójában nem igazán van munka, a másik az pedig el is helyezkedünk a munkahelyénken, akkor pedig nem nagyon találnak meg bennünket a szakszervezetek. Valamiért nem tudnak a mi nyelvünkön beszélni, valamiért nem tudnak velünk kapcsolatot létesíteni. És éppen ezért mi fiatalok őket, mint a szakszereteket nem is veszük partnernek munkánk során. Viszont mindenképp fontosnak tartom azt, hogy mint szakszervezetek megszólítsák a fiatalokat, hiszen egyrészt az ő jövőjük is múlik rajtunk, az országunk jövője is múlik rajtunk, illetve minden egyes szakszervezet a fiatalokkal tudná legjobban növelni a tag létszámát, és ezáltal sokkal hatékonyabb és eredményesebb munkát tudna elérni. Gondoljunk arra a problémára is, és erről nem nagyon beszélünk, Magyarországon több százezer ember dolgozik, és a munkaerőpiacon van jelenleg. De amennyiben nem vesz részt a képzésben, ezek ki fognak kell a munkaerőpiacról. Tehát nem csak azoknak van gondjai, hogy most végeztek, majd el fogom mondani, hogy egy diploma körülbelül hány év után veszít el az értékének az 50%-át. Ami azt jelenti, hogy attól valakinek van diplomája, mondjuk 20 év után nem nagyon lehet büszke rá, ha közben nem tanul. Tehát a probléma még súlyosabb. És ez, hogy mennyire súlyos, milyen vonatkozása vannak ennek a problémának, ezt szeretném felvázolni a mai nap. Hát nyilvánvalóan tanulni kell a különböző szakmai foglalkozási csoportok képviselőinek és a szakszeteknek is, hogy hogy kell a problémákat megközelíteni. És azt szeretném mindjárt hangsúlyozni, hogy a magyarok tanulási képesség egyéni szinten jelentős kívül differenciák vannak. Én azt mondom, hogy nem különbözik más fejlett gazdaságok munkavállalói tanulási képességétől, beleértve még a vezetőket is. Amiben én nagy problémát látok, az a magyarok kollektív tanulási képessége, szervezett tanulási képessége. Mások is hasonló problémákkal küzdködnek, és ennek ellenére, a közös ítélet múlt ellenére vannak olyan közép-keleti országok, úgy tűnik, hogy sikeresebben tették ezt a tanulási periódust, amit eltűnt két évtizedben. Nem igaz, hogy az elmúlt 20 év alatt nem lehetett volna másképpen csinálni, hiszen vannak olyan posztista országok, ahol előbbre tartanak, sokkal rugalmasabb munkaerőpiacuk működik úgy, hogy a munkavállalók érdekét is figyelembe veszik. És érdekes módon a legélenjáró munkaerőci piaci rugalmasság tekintetében élenjáró országok azok, ahol nem csak a munkáltató
érdekeit veszi figyelembe a munkatörvénykönyv és a gyakorlatilag munkavállalókét is. Egyik ilyen óriási változás a globális munkaerőpiacon, tehát a világgazdaság munkaerőpiacán, nem tudom, hogy el tudják olvasni, hogy a globális munkaerőpiac megkettőződött. Korábban kb. Másfél milliárd ember dolgozott és versenyzett egymással a munkaerőpiacon. E változás követően kétszer ennyi ember versenyzik a munkaerőpiacon. Tudomásul kell venni, hogy a világpiac megváltozott. Fizikailag nagyon kevés korlátja van bizonyos tevékenység nagy része kihelyezésének. A feldolgozó ipari tevékenységeknek szinte 80%-át már kihelyezték, hogyha megérte. Tehát a verseny globális, ezt szerettem volna az első ponttal jelezni. Ilyen méretű nagy változás nem történt a más világháború óta. Az, hogy a jelenlegi kormány arra képes, hogy minden európai trenddel ellentétben a iskolai kötelezettség határát 18-ról leszállítja 16-ra, az úgy gondolom, hogy azt mutatja, hogy sem a civil szervezetek, de főként ugye a szakszervezetek, de a politikai pártok sem tudtak ennek ellenállni, és nem tudják megakadályozni. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen munkaerőpiaci helyzetben, amikor a fiatalok 27%-a munkanélküli, és hát a legkimagaslóbb ugye ez a ráta erre a korosztályra nézve, nyilvánvaló, hogy nem segíti ezt a problémát kezelni az iskola kötelezettség korhatárának leszállítása. Most az egyik legfrissebb hír, hogy a pályakezdő minimálbér bevezetésével próbálja ezt a problémát kezelni. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz több munkahely. Az lehet, hogy a 27%-os rátával küszködő ifjúság, fiatal generációk, ha olcsóbbá tesszük az ő minimálbérüket, akkor kiválthat néhány 100%-os minimálbérrel dolgozó kollégáját. Tehát magát a problémát nem oldja meg, csak áthelyezi egyik korosztályból a másikba. A legnehezebb társadalmi csoport korosztályilag szerintem ma a 16 és a 29 év közötti korosztály. Nem véletlen a migráció ilyen mértékű megnövekedése ebben a korosztályban. Összefoglalva magamat röviden, nagyon kevés kapcsolatunk van a fiatalsággal, és nagyon sok tartozásunk van ezzel a társadalmi réteggel, korosztállyal szemben. Lehet erre azt mondani, hát ha ennyire tudjuk, hogy milyen adósságaink vannak, akkor mi nem csinálunk valamit. Én az MSOS-ben azt látom, hogy az ágazatok többségében nagyon nehezen jutnak el a szakszervezetek odáig, hogy mindjárt a szakképzés környékén meg kéne találni a fiatalokat, erről jól elbeszélgetünk. Gaskó István is említette, hogy a munkavilágával való felkészítésben igen nagy szerepünk lehetne, hogyha ezt kellő elánnal és talán következetesebben csinálnánk. Nem tudom az iskolákra fogni, hogy ők nem fogadókészek erre. Vannak próbálkozásaink a Nyugat-Dunántúlon, ahol minden iskola igazgató tárkarokkal várja, amikor egy ilyen megkeresést kap, mert azt mondja, hogy végre valaki elmondja, hogy hova tart, mire figyeljen, mire vigyázzon, merre induljon egy fiatal. Tehát én úgy gondolom, hogy a pedagógusok oldaláról van ebben nyitottság, az iskolák oldaláról van ebben nyitottság. Nyilvánvaló ennek személyi feltételei is kellenének, hogy legyenek, ami azt feltételezi, hogy a szakszervezetekben legyenek olyan kollégák, akik közel állnak ehhez az ifjúsági korosztályhoz, és az ágazat, ha úgy tetszik, foglalkoztatja, függetleníti őket. A másik, amit nem nagyon veszünk komolyan, bár elmondjuk egymásnak sokan, hogy a generációnak, a korosztálynak megfelelő programokat csináljunk. Ehhez pénz kell, nyilvánvalóan, én nem látok most pályázati forrásokat erre. A szakszervezetekben pedig valljuk be őszintén, részben lehetőségek, részben időnként a gondolkodás módokán is vetszünk ilyen pénzt erre a területre, pedig lehetne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy adósságunk, mint a tenger, és adósságunk van abban is, hogy ha véletlenül valaki bekerül egy-egy munkahelyre, azokat sem keressük meg. Ami a munkahelyteremtéssel kapcsolatos történet, az ennél szomorúbb. A szakszervezeteknek a mozgástere nagyjából kimerül abban, hogy próbál
javaslatokat tenni, próbálja arra tolni a mindenkori kormányzatot, hogy a gazdasági légkör megteremtése közepette figyeljen arra, hogy ezeket a fiatalokat legyen kedve foglalkoztatni a munkáltatóknak, de aztán nagyjából ebben ki is merül a történet, és hát ne szépítsük, nem csak Magyarországon, máshol is kevésbé fontos az, hogy a fiatal el tudjon helyezkedni, sokkal fontosabb, hogy aki bent van a munkahelyen, az benn maradjon. Annál szörnyűbbet én nem tudok elképzelni, mikor egy fiatal abban kezdi az életét, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom számára felesleges. Fontos a szüleinek, fontos a barátainak, de úgy össztársadalmiban nem nagyon tudja megtalálni a helyét, és én azt hiszem, hogy ez egy szörnyű állapot. És hát mi elég specifikusak vagyunk abból a szempontból, hogy gyakorlatilag zárt közszféra, a költségvetési szféra területén működő szervezeteink vannak. A rendszerváltáskor ezen a területen dolgozott 1.200.000 ember. A rendszerváltással kirohant azonnal körülbelül 250.000, az apparátusok sorolhatnám, miknek a tagjai, amik ilyen értelemben a költségvetéshez tartoztak. És a legfrissebb KSH adatok szerint 613.000 teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati munkavállaló volt 2012 első negyedévi átlagában. A dolog lényege az, hogy a mi területünkön gond bekerülni bizonyos helyekre magának a fiatalnak. És nálunk az, hogy leszállították 16 éves életkorra a tankötelezettséget, és majd felmenő rendszerbe, ugye, aki bemegy az iskolába, ez lesz ráérvényes, az a következőkkel párosul. Radikálisan átalakították a felsőoktatásnak a szerkezetét az állami és költségtérítéses szempontból, és ennek a kiosztásán is érdekes jelenségek mutatkoznak meg. De itt igazából az a lényeg, hogy a felsőoktatásig mi történik a gyerekkel. A 60-as évektől kezdve mind a mai napig egy folyamat volt a jellemző, folyamatosan nő azoknak a száma, akik leérettségiznek. Az elfogadott szabályok ezt a folyamatot meg fogják állítani. A szakképzés új szabályai, azok visszaállítják azt a hagyományos, idézőjelbe téve hagyományos zsákutcás képzést, aminek a vége nem érettségi. A pedagógus munkakörök bezárultak, kevés végzett pedagógus kerülhetett iskolába, mert egyre szűkült a rendszer, egyre kevesebb gyerek lett sajnos, ebből fakadóan ugye a nyugdíjasok helyére nagyon sokszor nem vettek fel új pályakezdőt, tehát nincsenek folyamatok, de a legnagyobb gond az, hogy a fiatalok nagy része, ahogy Pista mondta, ma már több mint a 25%-a, sőt 29%-be se tud lépni a munkaerőpiacra. Innentől kezdve azért az általában munkahelyeken működő szakszervezeteket se tudja megtalálni. Nyilvánvalóan nagyon kevés olyan szakszert van a világban, én nagyon kevés ilyet ismerek, amelyek munkanélkülők érdekeit védik. Szóval nagyon kevés van, tehát a szakszervezetek önmagukban egyedül más kótáról szervezetek nélkül, civil szervezetek nélkül, amik meglehetősen gyengék, hát nagyon nehezen tudnak eljutni a munkanélküliek táborához, és ezek jelentős része sajnos, nem sajnos, de a fiatalok köréből kerül ki. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez egy valójában egy zsákutcás elképzelés, nem a 16 év, hanem hogy mit adunk a tananyagban. Mindenképpen meg kéne tanulni például nyelveket. Például én kötelező létennél mindenkinek. Volt, amikor ilyen visszaesés van, amikor nem tudunk állást adni embereknek, mert arról senki nem beszél. A képzésre foglalkozó szakemberek setényi szerint, ha nem képezünk munkával lévő 200 embert, az is az utcára kerül. És az nem csak kor kérdése, fiatal is utcára kerül, meg a 40 éves is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a műhely megbeszélések, amiben ilyen szerepet felvállaltak a szakszervezetek, azért mégiscsak azt jelzi, ami nem baj, az ember krízis nélkül nem változtat. A buta embernek több krízis kell és mélyebb. Okosabbnak is krízis kell, de hogy még fel tudjon állni. Én azt hiszem, hogy ez még a megfelelő pillanat, tehát a szakszerteknek, ha meg akarják találni a fiatalokat, én is úgy érzékelem, akkor azokat az intézményeket is meg kell keresni, mert a fiatalokkal sokat foglalkoznak. Ezek az oktatási intézmények, akiknek ugye a fiatalok a tulajdonképpen jó magyaros termékei. És
ami eddig nem volt 20 éven át, mert a bolognai folyamatnál abszolút nem volt, se a munkáltatók nem vettek részt benne, se a szakszervezetek. Azért elfelejtjük, hogy német szakszervezetek nagyon keményen részt vettek a képzési programok kidolgozásával, a munkáltatókkal és az állammal. Hát akkor talán itt az idő, hogy el kéne kezdeni, mert különben az egyik partner nem tud igazából a másikról. Természetes, hogy a szakszervezetek próbálnak majd valamilyen kapcsolatot kialakítani az oktatási intézményekkel, és azt is megértem, hogy ha Petnat az a tapasztalat, hogy ilyen fogadókészség Petnat nincs, nem is véletlen az, Petnat abban a stádióban tartunk, hogy a nemzeti alaptanternek inkább a része az erkölcstan, meg a pénzügyi ismeretek, mint a munkavilágával kapcsolatos alapvető információ. Azért én annak nem örülök, hogy Magyarországról diplomás gyerekek, kész diplomás gyerekek kimennek Angliába, kocsmába felszolgálni, takarítani elmennek Ausztriába a határ környékéről, mert lehet, hogy nagyon jól megtanulják a nyelvet, amit persze képlek, de nem arról van szó, hogy a diplomájukat akarják fejleszteni, vagy tudják fejleszteni azzal, hogyha elmennek ilyen munkakörökben. Menekülés zajlik, és nem tanulási vágy hajszolja az embereket, a fiatalokat ki a határon túlra. A teoretikus beszélgetés után kicsit szerintem bele kéne csapni a lecsóba. Mert hogy itt fiatal szakszervezeti aktivisták ülnek, és nem egyetemi előadáson vagyunk. Mi az oka ennek, hogy ilyen alacsony hatékonysággal dolgoznak a szakszervezetek? Mi az oka annak, hogy 5 millió szakszervezeti tagról, most 1990-et próbálom idézni, mára 2012-ben, hogy 400 ezer alá ment a szakszervezeti tagok létszáma. Mik az okai? Azok az okok, hogy mert az már következmény, hogy ilyen kapcsolatunk van az ifjúsággal, a fiatal generációkkal, nem az oka a szakszervezeti munka nehézségeinek, hanem a szakszervezeti munka alacsony színvonala az oka annak, hogy nincs kapcsolat. A rendszerváltás után azért volt egy viszonylag jó 4 év, amikor a kormányzat intézkedései, ezek a még a bölcsőben, a koncepció gyártás környékén először, aztán később, amikor már valamiféle kodifikált formát öltött a jogszabály, akkor megjárták a gyermek és ifjúság érdekegyeztető tanácsot. Aminek egyetlen dolga volt, hogy a fiatalok szemszögéből nézze meg ezeknek az intézkedéseknek a hatását, nekik mit hoz, számukra mit jelent, mennyiben segíti, gátolja, jó vagy rossz az ő szempontjukból, és volt ennek egy másik nagy értéke. Akkor még én is 20-os voltam. Tehát a fiatalokat kérdezték meg arról, hogy mit gondolnak erről. Nem beszélgettek a fiatalokról, nem kitalálták, hogy szerintük mi lesz nekik a jó, hanem megkérdezték az érintett generációt. Az egy fontos dolog volt, hogy a fiatalok szemüvege, a szemüveg lehetett a politika szemén, és azon keresztül megnézett ügyeket. Megnézte az oktatási rendszert, megnézte az adórendszert, megnézte a családtámogatási rendszert, megnézte a lakáshoz jutás támogatásának a rendszerét, és sok minden mást, ami egy fiatal életében, a tanulásában, a pályakezdésében, az életkezdésében, a családalapításában, vagy akár a szórakozásában, vagy a gyereknevelésében szerepet játszik. Én ezt egy fontos dolognak tartom, ez nincs. A politikusok mostanában a bölcsek kövével a kezükben születnek, be a parlamentbe, és ők nagyon tudják a tutit. Engem azért zavar, mert én annál az asztalnál a Rogán Antonnal és a Tóbiás Józseffel együtt ültem, és együtt voltunk azok a fiatalok, akik igen kritikus szemmel tárgyaltuk végig azt a nyugdíjreformot, amiből aztán most ilyen érdekes változatok vannak, hogy egyelőre csak benyúlták a pénzünket, ezt tudjuk. Engem az zavar, az nem zavar, hogy a fiatalok elmennek jobban tudni a szakmájukat, engem az zavar, hogy nem látom, hogy olyanná tudjuk-e tenni az itthoni világot, hogy legyen kedvük visszajönni. És nem menekülés legyen, hanem tapasztalatszerzés, és amikor fölvértezte magát az új tudással, akkor legyen kedve visszajönni, mert legyen mire visszajönni. Én úgy gondolom, hogy nekünk az első dolgunk az kéne, hogy legyen, hogy meghallgatjuk, hogy mit gondoltok erről. Nem ennél az asztalnál csak, tehát most nem arról beszélek, hogy ebben le is van tudva, ki mi pártuk, szevasz, hanem
hanem egyébként meg kéne hallgatni azt, hogy mit gondoltok erről az egész világról, ami benneteket körülvesz, hol látjátok azokat a pontokat, ahol elrontjuk vagy nem rontjuk el, hiszen ti már itt vagytok a szakszervezetben, úgyhogy ez nem a meggyőzni való csapat, de mindenképpen az a csapat, aki láthatja, hogy merre kéne indulni. Én úgy gondolom, hogy vannak nagyon jó ötletek, én a mi munkabizottságainkból az MSZ-hozban találkozom fiatalokkal, nagyon jó, sokszor tanácsaik is vannak, ötleteik is vannak. Azt már nem merném ilyen határozottan állítani, hogy fogadókészség van az idősebb generációkban. Egy baj van, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ezek a változások, ezek ilyen apró lépésenként, ilyen sziszifusszal mennek, és most egyre inkább azt látom, hogy nincs erre idő. Sokkal inkább élővé kéne tenni a fiatalok számára az, hogy a szakszervezet miért fontos a számukra, és tudom, mert helyi szinten is egy gyógyszergyárnál dolgozom, bár én magam is pedagógus vagyok, biológia, kémia tanárszakon végeztem, tehát tudom, hogy a pedagógusoknak is milyen problémái vannak, én is egy ideig tanítottam is, de abban a szakszervezetben, ami a mi cégünknél van, most már 7. éve dolgozom ott az ifjúsági tagozatot vezetem, és ott is írtó kevés ember az, aki tényleg szeretne a szakszervezethez valamilyen módon aktívan csatlakozni. Csak egy példát mondok, volt olyan esemény, amikor az elmúlt 3 évben a céghez kerül dolgozókat felhívtuk egy belső levelezésen keresztül, 500 levelet küldtünk ki, hát mit gondoltok, hányan jöttek el? 5-en. 5-en jöttek el. Tehát ugye pedig nem az volt, hogy gyertek le, és akkor kitágítjuk a fejeteket a szakszervezet lényegéről, meg mindenről, hanem mondtuk, hogy teljesen kötetlen beszélgetés, ki mit tud a szakszervezetről, ki mit nem tud róla, jöjjenek el, ugye mondjuk úgy 20 éves kortól, akárhány éves kor, tehát mondjuk azt 40-45 éves kor, nyugodtan jöhetett volna bárki, abból az 5 emberből 3 az én ismerősöm volt, hogy mondtam neki, te gyere már el, hát majd beszélgessünk róla, és másik 2, aki véletlenül oda tévedt, mert munkaidő után volt annyi ideje. Én úgy érzem, hogy eléggé félre vagyunk vezetve, hogy sokszor akik tanulnak, iskolába járnak, valóban nincsenek felkészítve arra, hogy mi várja őket a munkavilágában. És még ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy én önkéntesként elég sok civil szervezetnél működtem, tehát nagyon sok társadalmi réteget így ismerek, de tényleg igazából a szakszervezet az, aki valóban a munkahelyeken ott van, a munkahelyeken képviselteti magát, és igazából csak ezen a vonalon lehetne azt elindítani, hogy például a fiatal is, amikor kikerül az iskolából, akkor ne becsapva meg, átrázva érezze magát, talán azért, mert nem talál munkát, vagy feketén foglalkoztatják, vagy nem tudom én, hogy munkaügyi ismeretei hiánya miatt itt-ott átverik. Szerintem a szakszervezetnek igenis fontos szerepe van a munkaerő közvetítésben, és számomra ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk az MSOS, fölveszünk mondjuk 3 munkanélkülit, és az MSOS házba lenyiratjuk velük a gyepet. Én ezt úgy értelmezem, hogy nekünk igenis kapcsolatba kell lennünk a munkanélküli hivatallal, kapcsolatba kell lennünk a cégekkel, amely már mondjuk kicsi nehezebb, de közösen egy ilyen 3 szereplős játékban kéne ezt nekünk úgy tenni, hogy konkrétan munkahelyet teremtünk, nem időszakosan, hanem mint munkaerő közvetítő cég is szerepet játszanak. Ez egyébként az 1900-as évek eleje közepe fele ez működött is, csak sajnos ez a funkció megszűnt. Látjuk, hogy a szakszervezetek között megpróbálnak összefogni, de igazándiból valódi érdemi összefogás nincs. Ha ezt az üzenetet tudnánk küldeni a társadalom felé, hogy itt a több konfederáció együtt van, összefog, és egységesen fellép a munkavállalókért, akkor egy olyan intézmény indulhatna be, egy olyan összefogás, egy egységes szakszervezeti egyesülés, ami által a munkavállalók látnák, hogy egységesen fel lehet lépni. Én az oktatással kapcsolatban szeretnék egy gondolatot elmondani. Nagyon sokan problémáznak ezen a 16 éves korra levitt tankötelezettségi korról, de az nem sok helyen, nem sok médiában fordult meg, hogy
mekkora kárt okoz az a 16 éves gyerek, aki bent marad a rendszerben, most ugye pillanatnyilag még 18 évesen, csak azért, mert kötelező iskolába járnia, és mondjuk egy kis települési iskola 4.-5. osztályában 16-17 évesen még bent van. Úgy végeznek a fiatalok manapság, hogy tulajdonképpen semmi közük nincsen a munkavilágához, a teoretikus oktatás után nem tudják, hogy mi van egy munkaszerződésben, milyen jogaik vannak, és erre kellene kísérletet tenni nyilván, hogy az oktatásba bevigyük a szakszervezeti értékeket, azonban ez hatalmas, nagy, hosszú távú stratégiát igényelne, komoly erőforrásokkal, és ez a kérdés, hogy vajon ebbe képesek vagyunk-e befektetni. Köszönöm. Egyszerre tudom azt mondani, hogy igazad van, és hogy óriási tévedsz. Ugyanis a dolog igazad van abban, hogy a dolog nem azon múlik, hogy 16 éves, mert az a probléma, amit te felvetettél egy 18 éves laklival, az létezni fog a 16 évessel is. Itt az a nagy kérdés, hogy a rendszer hogy működik. És a magyar oktatás rendszere nem működött jól 18 éves tankötelezettség életkorral sem, és most én úgy látom, hogy leszállított életkor mellett még rosszabb voltunk. Én pedagógusként vitatkoztam a kollégákkal, hogy felejtsék el azt, hogy mit tesz tönkre az osztályba, mert gondoljanak arra, hogy ha kilőtjük az utcára, akkor mit tesz tönkre a társadalomban. Mert higgyétek el, hogy ebből a rendszerből értelmetlen értelmiségi fog kijönni, és nem fog kijönni az értelmes pékse. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon mély szakmai vita. Tehát teljesen értem, hogy a magára hagyott pedagógus és az ottani gyerekek szülei azt mondják, hogy inkább vigyék, de jó, hogy elviszik. Csak hát ez az ő lokális problémáikat megoldja, a társadalomra meg majd hosszú távon rápakol valami olyat, amire ha a rendszer nem akar, és itt most én az oktatás rendszerére mondom, a rendszer nem akar választ adni, akkor nagyon nagy kárt fog okozni később a társadalomnak. Én az együttműködésre összességében azt szeretném mondani, hogy látszólag ez probléma, sőt valóságosan is probléma, de ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogyha a hat konfederációból kedről szerdára lenne egy vagy három, akkor tömegével megnőne a fiatalok körébe, vagy általában a munkavállalók körébe a szakszervezetek iránti igény. Ráadásul a mai jogalkotás, az valljuk be őszintén nem segíti a szakszervezeteket. Én általában is azt gondolom, hogy megnehezültek a munkafeltételeink, a közszféra bizonyos területein pedig megszűntek. És ez szó szerint értendő, a mi konfederációnk már szembe találkozott azzal, hogy tagszervezete szűnt meg, azért, mert az állami irányítása addig presszionálta a tagjait, amíg mindenki kilépett. Mindenki. És olyan szervezetnél, ahol a szervezet tagjainak a 90%-a értelmiségi, nincs aki elvállalja, hogy őt kényszerítette a főnöke, hogy hagyja el a szakszervezetet. Niki mondta, hogy hát kéne foglalkoznunk a munkaközvetítéssel is. Én már annak is örülnék, hogyha a munkanélkülité váló kollégáinkkal foglalkoznánk. Az egész, engem elkeserített, amikor nekem szembe jött ez a történet, de az egész világunk, itt most már két évtizede, a fiatalok felé, és már nem csak a fiatalok felé, folyamatosan azt közvetíti, hogy nem ez az összekapaszkodós díja fontos, hanem az egyéni boldogulás. Itt elhangzott, hogy ez komoly probléma, ennél sokkal rosszabb. Egyre több fiataltól hallom, hogy hát igazából a másik torkán előre vezet az út, azon keresztül, főleg most, amikor egyre bizonytalanabbak megint a munkahelyek. Nagyjából sok helyen ugyanaz a hangulat van, mint a rendszerváltás környékén, hogy nem tudom, hogy hónap mi lesz. De nem akarok a listán lenni, ezt nagyon tudom. A munkaközvetítés az egy nehéz dolog, én még sziszes időkből tudom, hogy mi foglalkoztunk munkaközvetítéssel, fiataloknak közvetítettünk munkát, volt egy alapítványunk, és nagyon sokaknak tudtunk segíteni, de akkor lehetett olyan megállapodást kötni a munkaügyi központokkal is, meg lehetett olyan kapcsolatokat kötni a munkaadói szervezetekkel is, valamiért nem volt
fóbiájuk ettől, hogy az üres álláshelyekről mi értesültünk. A klasszikus munkaközvetítés, hogy bejön hozzánk a polgár és próbálunk neki munkahelyet keresni, az nem igazán működik. Attól, hogyha holnap itt egy nagy konfederáció vagy két-három a jelenlegitől nagyobb megalakulna, az nem jelenteni azt, hogy a fiatalok csőstől tódulnának a szakszeretekbe. Én ezt a mondatot cáfolom. Nem azért, mert holnap beszállnának, mert én ebben hiszek, hanem azért, mert hogyha képesek lennénk a konfederációk összefogni, és akár egy szervezetté összeolvadni, ez a szakszervezeti munka hatékonyságának a növekedéséhez vezetne feltétlenül. Mert a mai képlet az, hogy az MSOS mond egy jót, a Liga megijed, hogy most majd berohannak az MSOS-be a tagok, meg tőlünk átállnak, mondunk rá egy rosszat, de ez fordítva is így van. A szakszervezeti munka túlnyomó többsége az egymás kioltására fordítódik. Ezt tudjátok. Ma a magyar szakszervezeti mozgalom politikai erők által megosztottak részben, részben a személyes ambíciók azok, amelyek a jelenlegi helyzetet előállítják. De szakszervezetek nélkül nincs munkavállalói felemelkedés, szakszervezetek nélkül nincs polgári demokrácia. És nem lenne jó ezt a helyzetet előállítani. Mondjuk a mai kormány nagyon gyúr arra, hogy megszűnjenek a szakszervezetek, megkezdték erőszakkal kitúrni a rendészeti szférában, meg a közszférában, a kamarákkal a szakszerteket, mert hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy gyakorlatilag szakszertekre nincs szükség. Az első óéten, amikor még létezett, azt mondta, hogy uraim, maguk mit keresnek itt, nem szó szerint, hanem azt mondta, hogy a munkavállalókat is, meg a munkaadókat is én képviselem Orbán Viktor miniszterelnök. Na most ebbe az irányba mennek a dolgok. Én úgy látom, hogy a polgári demokrácia értékei sem villognak már, csillognak már olyan szépen, mint 20 évvel ezelőtt. Különösen a mai magyar kormány értékrendjében.